Az olvasás félegészség. Szakemberek szerint szellemi és fizikai frissességünk javítása érdekében is érdemes szabadidős tevékenységként az olvasást választanunk. Erre az alapgondolatra épülve, ragyogó napsütésben indult a könyvtári éjszaka a Tudásközpontban az Egészségtudományi Kar közreműködésével. Mozgásos és táncos bemutatókat tekinthettek meg a résztvevők, melyek közben az Ökopiasz nyújtotta finomságokat is megkóstolhatták. Ételkóstolóval készültek a dietetikus szaktanácsadók is, ahol a kíváncsibbak sok érdekességet megtudhattak az egészséges táplálkozás titkairól. Nagyon sok érdekes dolgot megtudtam, nyilván végigvettünk nem minden egyes élelmiszer, de úgy nagy vonalakban, hogy mire kéne figyelni egészséges táplálkozásnak a szabályait. Én különösképpen a rostok fogyasztására voltam kíváncsi, hogy milyen típusú rostok vannak, mert ez nekem egy kicsit homály volt és felvilágosítottak, úgyhogy ez jó volt. Szerintem ez egy nagyon jó kis este lesz, meg már tudom, hogy ez a harmadik könyvtári éjszaka. Eddig mindegyiken ott voltam, és mindegyik nagyon jól sikerült. A konferenciateremben szintén az olvasás, egészség, terápiák témakörökben zajlottak előadások. Az elméletek mellett azonban a gyakorlat is szerepet kapott. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat például az újraélesztésben. Mi a programban ugye az alapszint újraélesztést tudjuk gyakoroltatni az emberekkel. Ez azért fontos, mert ugye a legtöbb ember csak egy jogosítványok megszerzéséhez való tanfolyamon ismerkedik meg ezekkel az ismeretekkel, és ezt így fel tudjuk idézni, hogy tudják gyakorolni, mert nagyon sokat felejtenek azóta. A színes programokon kívül a könyvtári éjszaka a Tudásközpont nyújtott a szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektetett. Az estén hosszabbított nyitvatartással kedveskedtek a látogatóknak, akik kedvezményesen iratkozhattak be a könyvtárba. A késedelmes olvasók pedig késedelmi díjfizetése nélkül vihették vissza könyveiket.